Mi a gonoterápia négy alapelve? Ez annak lehet érdekes, akik valódi megoldásokat szeretnének a problémáikra. A gonoterápia értelmezése szerint minden betegséget méreganyagok jelenléte, és ilyen szempontból egy vírus is annak számít, és vagy a szervezet egyensúlyának a felbomlása okozza. A második alapelv, hogy a gonoterápia az nem a betegséget kezeli, hanem a testet. És a test beindítja az öngyógyító folyamatokat, és ezek kezelik aztán a betegséget. A harmadik az, hogy a jelentkező reakciók, azok a testnek a reakciói, a test beszél hozzánk, ezt nem a ganoderma okozza, óriási hiba, ha valaki azt gondolja, hogy én elkezdtem szedni a ganodermát, és kiütéseket kaptam, vagy büdös izzadság jön rólam, ami azelőtt nem volt, tehát akkor ezt azon alapba kell hagyni, mert ez valami bajt csinál. Na, ezek azok a jelek, amiknek mi örülünk, mert az azt jelenti, hogy a ganoderma működik és dolgozik. És a negyedik és legutolsó, hogy a dózist nem a betegség határozza meg, hanem a testnek az állapota. Tehát nem az van, hogy a X betegségre ezt szedek, az Y betegségre meg azt szedek, hanem ez akár ugyanazt is szedheted a két különböző betegségre, és hogy mekkora dózisban, az például attól függ, hogy te még el tudod látni a munkádat egyébként, bejársz dolgozni, ilyen állapotban van a tested, vagy már olyan állapotban vagy, annyira súlyos az állapotod, hogy mondjuk fekvőbeteg vagy, mert akkor már sokkal nagyobb dózisban kell gondolkodni. Ezért van az, hogy a gonoterápia legnagyobb ereje a megelőzésben van, amikor még a tested tök jó állapotban van, vannak kisebb panaszok, de ezeket egy-két kapszulával gyönyörűen ki lehet kezelni.